Hello YouTube népe! Bányázgattam egy kicsit. Találtam értéket. Ezt nézzétek. Gyémánt. Majd mindjárt megmutatom, hol jöttem be ide. Ezt az egészet én ástam ki amúgy. Itt mindenhol kő volt. Tehát ez nem egy járat, ezt totálisan én csináltam. A nyersanyagokat bent hagytam, aztán most kiszedem őket. Mit akartam mondani? Várjunk, hol van a vascsákány. Vascsákány. A szén az nem kell, az nem valami előny is a bányászáshoz. Ú, viszont azt nem tudom, van-e alatt a láva. Arra viszont oda kéne figyelni, mert rohadt mélyen vagyunk. De szerintem nem lesz, nem valószínű. Arra gondoltam, hogy utólag, lássuk már mennyi gyémántuk van, hogy YouTube-on van ilyen vágó program. És úgy utólag a régebbi részeket majd megvagdosom. És akkor nem lesznek olyan dögunalmasak. Tehát az ilyen üres bányászásokat, meg mit tudom, kiszedem, amikor éppen nem dumálok, hogy valami. Mert egyébként az a baj Minecraft-tal, hogy nem lehet eldönteni, hogy mi maradjon a videóban, vagy mi nem. Tehát az egész olyan, hogy ez úgy a legjobb, az ember úgymond magának játszik, mert ez dögunalmas ez a bányászós része, tehát ezt is, ez kinézte volna meg, hogy én ezt itt kapálom. Tehát ennek semmi értelme nem lett volna. Inkább úgy voltam vele, hogy nézek valami videót, azt közben itt elmatatgatok. Mellékesen, itt úgyse találtam, nem volt semmi érdekes, egy nyomorult creeper sem jött, tehát semmi nem volt. De még jó, hogy... De összeszedem ezeket. Lehet mindent nem is fogom, tehát csak a gyémántot szedem most ki, így hirtelen. Többi minket úgyse érdekel annyira, van annyi vasunk, mint a szemét. Meg redstone is, nem tudom, egyszerűen már szerkezeteket nem csinálok, tehát a redstone az értéktelen. A vas úgy, ahogy kell, de most már az se fog kelleni. Majd csinálok izéket szerintem, gólemeket, aztán azok megvédenek. Lehet az lesz, hogy viszek magammal egy csomó vasat. És amikor átmegyek az Ender sárkányhoz, akkor lerakok egy csomó gólemet. Én nagyon biztosra fogok menni. Ezeket kiütlegelem, meg megcsinálom szerintem a gyémánt szettet, ha kijön belőle, remélem kijön. Van még gyémánt. Nem csak ennyi volt, igen, ott is hagytam. Igen, meg arany is van, minden jóság van itt. Natúr elkezdtem lefele ásni, leástam a alapkőig, aztán itt elkezdtem kitakarítani. Egyébként így érdemes ásni, így lehet spórolni egy csomó időt, hogy ásol egy sávot, kihagysz kettőt, ásol még egy sávot. Mert akkor ezeket itt látod, hogy nincsen semmi értékes. És itt meglátod a másik oldalát, szóval ezeket a blokkokat ki se kell ütnöd lényegében. Elég ilyen sávokban ásni, így később így rájöttem, vagy így gondolkodtam egy kicsit, hogy ne ássak már ennyit, ezért így célszerűbb sokkal, hogy így ásul ilyen sávokat, és akkor ezt már látod is, az egészet, és akkor azt már nem nyúlok hozzá, mert tudom, hogy nem értékes. Meg ha úgy van, ezt így le lehet ütni, hogy közlekedés könnyebb legyen, de ezt itt, ezt a falat itt, fölöttem ezt meg már nem kell kiásni, az nem számít. Jaj, alá kellett volna ásni. A gyémánttal nem szabad itt szórakozni. De azért itt már tényleg az alapkő van, aztán itt nem valószínű, hogy beleütközök lávába. Itt, igen, itt is hagytam gyémántot. Hú, lehet nem lesz meg annyi, amennyi kell nekem. Tüzet rakjunk, hogy ne spannoljon semmi jóság. Úgy terveztem, hogy ebben a részben fölkészülök az Ender sárkányra. Tehát így megcsinom a felszerelést, enchantolok meg mindent, de lehet nem lesz belőle semmi, csak bányászni fogunk. Jobb ez így, hogy ezt így kivágtam. Meg majd utólag mondom, még belenyúlok a többi videóba is, amelyik olyan. Szerintem, és akkor nézhetőbb lesz. Bár szerintem több ember úgyse nézi meg. Nem tudom, hogy megéri ezzel foglalkozni, hogy tényleg, hogy belevagdosni, stb. Mert az átlag megtekintés, amúgy megbírom nézni a videóknál, hogy így videónként is, meg még úgy átlagosan úgy az összes videóra
nézve, hogy mennyi. És ilyen 5 percek, 3 percek. Szóval, amit elmondok az első 3 percben, azt még megnézi az ember, meg látja, utána meg úgy semmi. Tehát innentől fogva most már be is záratnám a videót, 5 perces a videó, most ennyit néztek meg úgy átlagosan az emberek. Tehát hülyeség vele foglalkozni. 5 percben meg mit vágjak meg? Tehát, hogy így az ember nem nézi tovább, akkor tök mindegy, hogy én mit csinálok a továbbiakban. Most ha innentől kezdve meg se vágom, akkor nem számít, mert úgyse nézik. Vagy éppen megnézik, mert nem érdekli őket, hogy meg van vágva vagy sem. Nem tudom amúgy, nem értem az embereket, hogy mit kéne csinálni, hogy nézzék is, ne csak rákattintsanak. Azért a előző részt, amikor elmondtam az infót, hogy ez a Five Nights-os szinkron dolog, azt is direkt megpróbáltam az első percekből belesűríteni, mert tudtam, hogy úgyse nézik meg az emberek, tehát. És ha véleményt akarok hallani tőlük, akkor kénytelen vagyok gyorsban elmondani az elején, amíg nézik. Érdekes. Elég hülyén van ez. Álljunk egy... 9 kell a... ehhez. A nadrághoz 1, 2, 3, 4. 4, 4 meg 3, a 7. 7 meg 9, 16. Ehhez 5 kell, ha jól számolom. 21. 21 meg 25. Ha jól számolok, 25 kell egy fullos szethez. Még gyémánt kardot is akarok. De... akkor izé, akkor lehet nem lesz gyémánt kardom. Bár a sárkányra úgyis lőni fogok, hiászkodni, mert az repül. Egyértelműen. Szóval... lehet nem is kéne a izé, tehát a kard. Mert a izét meg fölveszem a töklámpást. Bár lehet töklámpással nem szaragszom, tehát engem zavarni fog az, hogy betakarja az arcomat, mert a töklámpás van a fejemen, vagy nem lámpás, tehát a tök van a fejemen, akkor a endőr menek azok nem basztatnak, elméletileg. De szerintem az lesz, hogy fölveszem a tököt, építek vagy 10 gólemet, és utána meg leveszem. És akkor a gólemek elszórakoznak az endőrmenekkel, én meg ölöm a... micsodát? Sárkányt. És akkor mindenki jó szórakozik. Gólemek is, én is, ti is. És akkor minden jó. Itt nem tudom, volt egy émánt. Igen, kicsit nehezebben átlátható így, ha így csinálom. Az egy baj van ezzel. Szerintem olyan sötét van, ide is spannolhat valami szar. Lehet tovább áskálódok egy kicsit, és akkor hát ha... hát igen, itt nem nagyon voltak értékek. De így célszerűbb, így annyi időt nem esz meg az áskálódás. Lehet itt is úgy elkezdem ásni, és akkor... na, találtunk is vasat. Ez egy nagyon jó kis bánya itt amúgy, és csak egy natúra elkezdtem ásni, és akkor ezt találtam. Attól fos, akkor jön valami creeper és a seggembe egy megközelítés, csúnya dolgokat csinál. Ez nem lenne jó, ezzel ásunk. Amúgy rengeteget kővel ástam, mert nektek úgyse számított az idő, engem meg nem érdekelt, mert én néztem videót közben, meg mindent, tehát én el voltam. Na most csináljuk vassal, hogy gyorsabban haladjon a téma. Lehetne már gyémántal is akár, mert az is van. Azt is enchantolni kéne, és úgy ásni vele, nem így. Ezzel csak az egy baj van, ha valami hátamba jön, akkor azt nem bírom... nem jövök elő elmenekülni, tehát be vagyok szorulva. Az egy baj van ez az ásással. Csinálj még egy járatot. És akkor már körbe tudok menni, vagyis tudok menekülni, ha van valami. Már úgyis kivilágítottam, szóval nem hiszem, hogy jönni fog bármi. Nagyon izgalmas, nem? Az ásás. Halálosan izgalmas. Egyszer lett bele kéne nézni a rendes Minecraft videósoknak a gameplay-jébe, hogy ők hogy csinálják, mit vágnak ki, mit hagynak benne, hogy tudjak az ő formájuk, ő izéjük alapján csinálni valami videót, mert én nem tudom, nekem, én nem tudom, hogy kéne ez, tehát mi az, ami
fontos, meg nem fontos. Tehát lényegében az egész játékot kivághatnám, mert most kivágom az ásást, akkor már a játéknak a 70%-a oda. Most mit csinálják? Tudok enchantolni, de az se valami izgalmas, az is kivághatom. Most csak a szörnyek ütését hagyjam benne, vagy miért? Akkor a játéknak az 5%-a marad benne. Ez egy halál nyugodt játék, ebben nem történik semmi. Egyszerűen. Most őszintén, mi az, ami ebből a... Tehát ez a gameplay, a Minecraft gameplay, kapálom a cuccokat. Tehát mi az, ami fontos és maradnia kéne benne? Nem tudom, mindegy. Ilyen ez. Aki megnézi, megnézi, aki nem, nem. Amúgy is ki akarom vinni egyszer a játékot. Sárkányt segbe akarom mondani, legyőzni. Aztán, ja. Most már megcsináljuk. Nem tudom hány rész lesz még. Meg lesz a gyémántszett. Azt hiszem kell az Ender portálon át kell menni, azt ott az olyan tüzeket szerezni kell. Én már néztem egy végigjátszást, azt hiszem úgy csinálta. Bár nem tudom. Kéne még gyémánt. Még legalább egy gyémánt és akkor meg lenne a gyémántszett. Hiszem el, hogy csak ennyi gyémántot találtam. Nekem több rém lett. Na jó, mindjárt visszamegyek, azt megnézem. Legalább vasból föl leszek tankolva. Mennyi van? 22... Hát már van egy 64-es csomagunk. Teljesen jó. Nézzük meg, valahol még biztos volt gyémánt, akkor nem más kell oda, ha van. Lennie kellett még valahol gyémánnak. Itt talán? Itt csak redstone van. Red zone. Arra meg... Na jó, ezt én itt betemetem, és akkor úgy barátiban lehet közlekedni. Sőt, ezt is ide is föl lehet lépcsőzni. Micsoda találmány, nem? Ide raktam nyersanyagot? Nem. Most raktam csak gyémántot, nem. Itt semmi. Igen, ezt itt befalasztom, hogy ne folyjon le, de ez teljesen mindegy, hogy mi ez itt, meg hogy itt van. Ez nem zavar minket. Igen, mert nyíl egyenesen leástam. Még jó, hogy nem találkoztam semmi barlanggal meg lávával. Tehát tök jó. És nem is mentem messze a lakásomtól, tehát itt van a map. Most nem bírom megmutatni. Amerre néz a kis ikon, ott az a kis szürke pötty. Kettő, és négy kis pixel, az a kastély. Picsába, hogy nem volt több... izé. Hogy hívják gyémánt. Azt az egyet nem tudtad volna megadni. Na hát akkor már... Remélem legalább akkor már hármat találok. És akkor már izét is csinálok. Kardot. Ezt is szanaszét fogom vagdalsi. Szerintem ez úgy fog kinézni. Látjátok, tudok teleportálni. Az előbb ott voltam ott bent, most meg itt vagyok. Na. Valami eszembe jutott, azóta elfejtettem. Ja igen, föld alatti erdős dolog. Ezt lehet mondtam már, vagy csak akartam mondani. Lehet be fog fucsolni. Mivel spannolnak oda olyan slejmek, olyan takonygombócok. Szóval... nevetséges, tehát vicc. Nem akarok olyan erdőt csinálni, mit el van ezekkel a taknyokkal. Az úgy nagyon gáz lesz. Hol van a asztal? Valahol ott van. Beépítve a földbe. De nem is, akkor már visszamegyek, lepakolok, ott vannak a ládák. Szaladj, úgy. A gyémánt hajkurászás, lehet ez lesz a címe, gyémánt hajkurászás. Azt csináljuk, szenvedünk a gyémántért. Nem is, ezeket magamnál tartom inkább így. Az ilyen szemeteket rakom csak le. A gyémánt meg legyen a kezemben. Lássuk szépen, hogy mennyi van. Izét akartam csinálni, csákányt. És szerintem ez így meg is teszi. Rakjuk idébb, engem zavar, hogy ott van. Ja, meg a... ezt is rakjuk le, az nem kell. Láva hangot hallok. Itt láva lesz. Ezt oda rakjuk inkább. Ezt kiütöm.
És ezt a lyukat itt meghagyom, mert mi nem ilyen nagynak. Így, és akkor ide be tud folyni a láva, ha mondjuk kifolyik. Bár az amúgy se folyik olyan nagyot. Messzire, vagy hogy mondjam, sok blokkot. Hát igen, vasból lesz bőven. Itt lehet vassal bányászni, vas csákánnyal. Nem kell sajnálni. Nem tudom, az ele zavar-e titeket, de én úgy vagyok vele, hogy kell, mert egyszerűen néha annyira csönd van, tehát hogy be lehet golyózni, nem történik semmi, csak kapász, kell van. Kell ez a zene, én úgy vagyok vele. Ásóma? Nincs. Ó. Meg ezt láthattam volna, hogy itt csöpög. Csináljunk egy olyat. Jó, mondjuk fölöttem se kéne ás. Azt akarom csinálni, hogy megnézem mekkora ez a láva, tehát beások a lávához. Vagy mit tudom én, körbeásom. Itt még nem csöpög. Bazd meg! Azt mondom, hogy csináljunk egy asztalt. Egy asztalt. Egy körfűrész gép barkács asztalt. Asztalos barkács cuccot. Na. Hová rakjam, hogy ne egye meg a láva. És e fölött nem fogok ásni. Ez lesz nagy vizé földgyújtsa a láva. Mit akartam? Ásót akartam csinálni. Vagy lapátot, vagy mi az? Mi vagy te? A vasásó. Akkor majd csináljunk még egy csákányt. Így. Tök jó. Megpróbálom azokat kiütni, amik nem csöpögnek. Jó, balról hallom a hangokat, szóval most elméletileg nincs közel. Ez most egyre hangosabb. Ami nem jó. Csináljunk egy olyat, hogy egy ilyet. Mindjárt kiderítjük, hol van a láva. Már lehet, hogy célszerűbb lenne simán elkerülni. Jó, elég most vagyok a láva szintjén? Ha minden igaz? Nem. Na most. Még itt is szoktak értékek lenni, szóval annyira nem baj, hogy megkerestük ezt a lávát. Viszont így ezeket ütöm ki, és akkor így nem tudok beleesni. Ezt meghagyom fönt egy szinttel. A szememmel egy szintben ezt a cuccot. Viszont van valami járat. Pazd meg. De jó. Hogy kerülj el már az egészet nagy ívben.
Nem, jövünk, csináljuk. Hát, ha találunk valami izgalmat, vagy megdöglünk. Jó lesz, nem? Nem, így, így célszerűbb. Teljesen baráti, biztonságos járatot akarok csinálni. Ó, de jó. Van szén nálam? Van szén, ez az. Úgy né, zsír. Jó, ez így biztonságos, itt nem lesz semmi. Ilyen közel nem spavnolnak szörnyecskék. Gyorsan lenyúljuk innen. Így, ott meg nem tudom mi van. Ez most fölfelé jövök, csak az a baj, hogy kevesebb esély van, hogy gyémántot találok. Mert nem tudom milyen szinten spannolnak. Ha spannolnak, vannak gyémántok, azok nem spannolnak. Nem látok szörnyet. Néha nézzünk magunk mögé is. Nem olyan szemét a játék, hogy mögénk rak egy creepert. Bár nem hiszem, ha már kivilágítottam, akkor nem rak. Ezeket gyorsan nyúljuk le, aztán vissza se jövünk ide. Van nálam tábla, remélem van. És akkor ki is táblázom, hogy ez itt üres. Van, jó, van 6 tábla. Olyan 51-es szintből hány izét lehet encsántolni, hány cuccos, vagy milyen jókat. Olyan baszó felszereléssel megyek, hogy... De endőrság egy kis újból megverem. Ide benézünk. Hát ez baromi jó, bejöttem a semmiért. Végül is arra is lehet menni, nézzük csak. Nehogy valami jóság várjon ott fönt, mármint szörny. Jóság az jöhet. És lehet létrát kéne rakni. Bár jobb az így, mert a létráról mondjuk, ha meglő a szörny, akkor szerintem leesek. Viszont itt fölötte nem kell félni a lávától. Nyilván nincs, de jó. Szerintem az a videó itt ennyi lesz, innen folytatjuk, mert túl hosszú lesz. Hogy kell F5? Mi a szar? Nem ezt akarom, így. Szevasztok, innen folytatjuk.